Amikor Európai Uniós külügyminiszterek összejövünk, akkor az esetek döntő többségében a nálunk nagyobb országok külügyminiszterei világosan beszélnek egymás közt zárt ajtók mögött arról, hogy ők nem akarják Törökországot az Európai Unió tagjaként látni. Na most, ha ez így van, akkor viszont én azt gondolom, hogy nem kell ráltatni a törököket. Tehát Törökország egy tiszteletre méltóbb ország, a török nemzet egy tiszteletre méltóbb nemzet annál, mint hogy olyannal áltassuk őket, ami úgysem fog bekövetkezni. Mert hogyha a nagy Európai Uniós tagországok nem akarják, hogy az Európai Unió Törökországgal bővüljön, akkor nem fog Törökországgal bővülni. Csak én azt nem értem, hogyha egyes országoknak ez az álláspontja, akkor arról miért nem beszélnek nyilvánosan, és miért áltatják a törököket olyannal, ami ezek szerint úgysem fog bekövetkezni. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Tisztelettel köszöntjük Melvut Cavusoglu urat. Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik. Tehát, hogyha az amerikai, román és osztrák barátainkon... Başkan Trump da geçmişte Amerika'nın Patriot bataryalarını Türkiye'ye satamadığını söylüyor, kabul ediyor. Ve bundan dolayı Türkiye'nin S-400 aldığını da kabul ediyor. Başkan Trump önümüzdeki süreçte Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Bunun tarihini konuşuyoruz şu anda. Türkiye-Amerika ilişkileri sadece S-400 ya da F-35'e bağlı değil. Bunlar tabii ki önemli. Suriye'den Amerikan askerlerinin çekilmesi dahil birçok bölgesel konu ve ikili konularımız var. Yani bir konuda anlaşamadık diye bir ülkeyle diğer konulardaki bağlantılarımızı kesmek zorunda değiliz. Trump da bu anlayışta. İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara ulaştırma hedefini bizzat Başkan Erdoğan'la Başkan Trump belirledi. Bu doğrultuda gereken adımları atmamız gerekiyor. Yani Trump'ın ziyaretinde Türkiye ve ABD'yi ilgilendiren ikili ya da çok taraflı birçok konu var. Bunları değerlendirme fırsatı bulacağız. Megkérem a miniszter urakat, hogy fáradjanak a pulpitusokhoz.